Beke László vagyok. Köszönöm a meghívót a képzeletbeli kiállítás megnyitójával egybekötött fogadásra. Wovon handelt der Kulturhügel? Im Bann der Wende von 1989 hat András Vahorn die Möglichkeit erhalten, im ungarischen Fernsehen eine Reihe über bildende Kunst zu redigieren. Die Sendung hieß Kulturmensch. Selbstverständlich hieß der erste Teil Kulturwahorn. Als 1992 György Galántai damit beauftragt worden ist, eine weitere Sendung zu produzieren, war es ihm zuwider, die Sendung Kultur Galántai zu nennen, da er schon sein Ego längst hinter sich gelassen hat und sein Name dennoch immer mit einem gewissen Angstgefühl ausgesprochen worden ist. Deshalb ist ihm eine längst vergessene Traumschrift von Molnár Gergely in Erinnerung gekommen, der über eine fiktive Ausstellung von György Galántai in New York handelt. Er hatte eher schon länger das Gefühl, die Ideen von Gergely Molnár zu verwirklichen. Ein Traum mit dokumentarischem Wert ist so entstanden. So beginnt der Film von Galántai mit einer fiktiven Vernissage, wo alle noch lebenden Teilnehmer der Boglára Happenings von Anfang der 70er Jahre eingeladen worden sind, um die Dokumentationen ihrer eigenen Vergangenheit anzuschauen. Die Zukunft kehrt so in die Gegenwart um. Ich hallottam, dass hogy egyszer volt egy minisztertanácsi ülés, ahol kimondták, hogy a nevemet nem lehet leírni, és nem szabad tőlem publikálni semmit. Nem csak tőled, hanem a hadügyminiszter is. Hát elég nevetséges volt. Egy lakásban játszottunk, és a hadügyminiszter lecsapott az asztalra, hogy hát ezt már nem. Holott valószínűleg azt sem tudta, hogy ott mi történt. Bár a szomszéd asszony az panaszkodott, hogy egy detektív ül a lakásában, és a fülét a falra tapasztja, és megpróbálja meghallgatni, hogy mi történik a másik lakásban, ahol az előadás volt. De az éppen egy néma előadás volt. Egy szép napon, nem tudom már, hanyadik letartóztatás alkalmával, egy héti fogság után azt mondta nekem a nyomozó tiszt, hogy hagyjam el az országot. Akkor megkérdeztem tőle, hogy ezt mint egy személyes, baráti közlést adja át nekem, hogy egy hivatalos információ. Akkor azt mondta nekem, hogy ezt vegyem annak, aminek akarom, menjek a francba. Így mondta, menjen a francba, világos. Hát én nekem akkor egy nagy kiesett le a szívemből, mert hát én el akartam akkor már menni persze. Még annak az árán is igyekülök visszajönni. Ahogy visszaemlékszem erre az időszakra, mi nem avantgárd művészetet akartunk csinálni, hanem adva volt egy helyzet, szükségszerűnek látszott két szakadékot, egy híddal átépíteni, az a két szakadék elválasztott bennünket egyrészt a nyugat-európai, illetőleg az egyetemes művészettörténettől és a világ művészetétől, a másik szakadék pedig elválasztott bennünket a saját hagyományunktól. Ezt a két hidat föl kellett építeni, ezzel törődtünk, és azzal, hogy ezt az építkezést falak és gátak akadályozzák, és hogy ezeket a falakat, gátakat át kell törni. A humán értelmiségnek minden társadalomban fantasztikus szerepe volt. Manapság ez a szerep csökkenőben van, hogy ne mondjam, eltűnik. Én és azt hiszem, hogy vagyunk egy páran, akik hasonlóképpen gondolkodunk, egyre riadtabban és egyre bizalmatlanabbul szemléljük azt, hogy sokan úgy képzelik, hogy ezt a társadalmat majd a közgazdasági szakemberek fogják megreformálni. És azért nem, mert az emberrel van igazán mély, alapvető probléma. Morális probléma? Morális probléma. A humánummal. Nem a forint devalválódik, a humánum devalválódott. Azért vagyok zavarba, mert mi nem szoktuk meg az indulásunknál,
hogy televízió, sajtó, rádió legyen. Az első kiállításokat mindig becsukták, és mi csak vittük haza a képeket. Mint a 60-as évek mozgalmának, ezeknek is a lényege végül is a cselekedet. Először volt a pont, pontból lett a vonal, ami egyenes volt, és utána a vonal elgördült. És így lett a görbe vonal. Drága Gyuri, Kornis Mihály vagyok, és nem jövök el. Értek a színházhoz, és nem veszek részt olyasmint, ahol én vagyok a nyúl, és a Molnár Gergely a vadász. Nem szeretem Molnár Gergelyt, a műveit szeretem, őt magát nem szeretem, nem veszek részt benne. A kérdéses balatonbohlári őrülettel kapcsolatban személyesen bármikor felvilágosítást adok minden személynek, neked is. Ciao, Kornis. Szent Jóbi Tamás vagyok. Lehet, hogy oda megyek este. Szerusztok. Halló, Bálint István vagyok, és itt vagyok, ezt nem tudom mi ez, azt hiszem Martinelli téren, és nagyon szeretnék a Molnár Gergellyel találkozni, mert nagyon rég nem láttam, és hát remélem ott lesz valamikor ma 6 és 10 között, úgyhogy azt hiszem most le kell tennem, mert valaki más akar beszélni. Visszahallásra! Csináltatok ott egész nap? Tulajdonképpen egy kollektív munka folyt. Öntudattágítás, egymás biztatása, hiszen azzal együtt, hogy fönn voltunk a hegytetőn és csodálatos mediterrán környezetben, ezzel együtt undergroundba tudtuk magunkat, és mint a későbbi kutyás rendőrös attakok bújtották joggal. És amellett folyt egy fajta olyan életélvezés, ami maga is megint csak ellenállás tudattal folyt. Ez is egy olyan dolog, amit nehéz ma visszaidézni. Egyszerre volt ugyanis a dolog antifogyasztói és antifegyelmezett és antiegyenruha, és ugyanakkor mégis próbált örömöket találni. Mennyire voltak aktívak a lányok? Hát csodálatos, zseniális, nagyszerű lányok voltak ott. Elveszett értelmiség és elveszett arisztokat a családok gyermekei. Gyönyörűnek voltak, és iszonyú aktívak voltak, ilyen frázt kaptam. Együtt, hát a halászféle nagy családot, mint mindig is közösben van, ők tartották egybe, és egyszerűen gondoskodtak a művészettől, meg a gyerekekről, meg a férfiakról. A kápolna azért volt magától értetődő pozíció, mert kultusz volt, amit csináltunk. Tényleg kultuszban éltünk. És ez a kultusz pán kultusz volt. Abban az értelemben, hogy bárminek a kultusz a pán vallás, pán misztikus, pán művészet, ezt jelentette a minden egy. Csak legyen benne egy ilyen áthatottság, legyen benne egy hitelesség. Ez volt a fő téma. Az ápolt másságnak a tudatával gyülekeztek ott össze az emberek, ez volt a hívó szám, és a hitelesség. Valószínűleg nagyon erős kétérő volt a hitelesség, amit nem fogok tudni megfogalmazni szabadba. Ez volt a lényeg, hogy nem lehet megfogalmazni szabadba. Gyakran. Plantálád a vad. Török. Sárlott. Nyőtt. Mátyás. Hát. Bíknek. Büszke. Vára. Háj! De. Bűnöm miatt. Harag. Köble. Sújtába. Villám. Hidat. De. Jelleg. Ebben. Most. Rabló. Hangot. Látta.
zúgatadó szerettünk, majd töröktől rabdát vállalom tettünk. Amin engem ez iránt rokon szembesített, az elsősorban az emberi és művészi függetlenségnek a vállalása. Én nagyon fiatal éreztem magam akkor, mert még csak 18-19 éves voltam, és viszonyan tiszteltem ezeket a nagy... Köztetek egy ilyen generációs jelenti? Hát én mondom, hogy nagyon tiszteltem a Mikiéket, meg a Tamás, meg szóval akkor ők annyi édesek voltak, hogy fiatalabbak voltak, mint én most. Hát beszélgetünk folyton Istenről mindenféle, de az Erdélynek volt egy ilyen, nekem az teljesen revelatív volt. A Miklósnak az Erdélynek volt egy ilyen kiírása, egy felirat egyszerűen, az mondod, hogy Isten pici. Mindig valami különleges képességem volt, hogy az egyenruhák figyelmét fölhívjam magamra, és azt hiszem, hogy azon a híres Boglári reggelen is nem volt véletlen, hogy én kaptam az egyetlen pofont, amikor a Szabó László féle cikket követően jött a razzia, reggel betörték, benyomták a kápolna ajtaját, és a hálózsákos, álmos népet, pestieket, hogy ők mondták, kiterelték a placra, és föl is sorakoztatták őket ilyen appelplatszerűen, vonalas egy sorba. És hát kutyákkal voltak ott egyébként, kutyákkal volt sakba tartva a nép, és alacsony szinten volt a képviselve a rendőr, szóval nem volt jelen tiszta. Megállítottak, hogy mit keresek itt, és mondtam, hogy egy barátomat keresem, aki itt zongorázik, a nevét is megmondtam. És de a dolgok villámgyorsan történtek, mert ez az illető rögtön elkezdett üvöltözni, hogy Géza, Géza, gyere ide, itt ez a srác itt a krémfagylalt körül ólálkodik. És azonnal odarohantak hozzám hárman, négyen, ilyen pincére alkatú emberek, fekete kabátba, fehér ingbe, csokornyakendőbe, lefogtak és elkezdtek össze-vissza verni. Vége az lett, hogy bevittek az őrszobára, hétvége volt, napokig ott tartottak, amíg végre valaki szóba állt velem, és nem ez volt a kérdése, hogy mit történt, hanem hogy milyen kapcsolatom van a rektorátussal, kiket ismerek ott, és a kiállított munkáim a Boglári kápolnában mit szimbolizálnak, és azok a rejteles szövegek kinek szólnak. Amikor 57-ben kikerültem az internáló távolból, akkor bennem olyan félelem volt, hogy azt szavakkal ki nem tudtam fejezni, és azt legelőször egy hasonló dolog a Petri Galla környezete oldotta föl, ahol találtam egy olyan lakást, ahol nyíltan tudtam beszélni. Na most a kápolnatárlat, ez már annak a fölülmúlása volt, hiszen az, ami mondjuk a Petri Gallánál csak egy nagyon szűk magánlakás mélyében játszódott le, a világos és nyílt beszéd, az mondjuk itt már egy sokkal nagyobb nyilvánosság előtt zajlott le, és ugyanakkor azt azért én legalábbis nagyon pontosan érzékeltem, hogy itt már egy határon túl lehet menni, anélkül, hogy én magam a szabadságomat olyan mértékben veszélyeztetném, mint mondjuk 1957-ben. Minden esetre az vitathatatlannak látszik, hogy a 60-as évek első felében ez a legfontosabb kiállításoknak a színhelye, a Vécsei utca 3, harmadik emelet. Kinyitotta valaki a kápolna épületnek az ajtaját annak idején Monszpárt Évával együtt, akivel akkor házasodtunk össze körülbelül, és belépve ott megpillantottam a fehér falak között a galántait, ki olyan volt számomra abban a pillanatban, mint hogyha valamilyen ilyen kopott templomi fal freskóiról lépett volna le, és ez engem valamiféle belső eufóriába helyezett, amit lehet, hogy a Gyuri nem vett észre, szerintem ez Kedlem kápolnájának titka, viszont azt jelentette, hogy kaptam vele szemben egy alaphangot, az abszolút bizalom alaphangját, tehát, hogy nem féltem tőle. És ez számomra perdöntő volt azokban az években. És ennek következtében, amikor egy fél év múlva újra oda mentem, akkor úgy beszélgettünk lent a Balaton-Boglári mólon, mint hogyha nem tudom, én 30 éve is vettük volna egymást. A Bogláriak nagy része, az 50 ember, ilyen készfogásos katalógus biztos ismerem. Igen, igen.
Olvassa végig. Itt nem csak kérdőről van szó. Itt filmről, zenéről, mindenről van szó. Bár az volt az utolsó a legproblematikus, az utolsó jövő. Azt már a kezdet-kezdetén lehetett látni, hogy vége. Ez egy érzés volt. Na most Boglár abban volt nagy, hogy ott nem volt határ. Mert ott történt valami, ami kilógott a sorból, kilógott a kategóriákból, és kilógott abból az eleve megszabott ideológikus rendből, amit felállítottak. Ennek a térnek rengeteg fajta varázsa van. Ez adódik olykor a belső fényből, és a rom és a fény sajátos összjátékából. Adódik a hallatlanul kellemes akusztikából, amely mindjárt a vernisszázs során kiderült, hogy hihetetlen jó koncert lehetőségeket teremt, akár egy egész nyáron keresztül. Szóval itt egy olyan együttes jött létre, amelyhez hasonlót egészen más körülmények között, de hasonló vitalitással tulajdonképpen csak az egykori Balaton-Boglári kápolna tárlaton sikerült elérni. Wovon handelt der Kulturhügel? Im Bann der Wende von 1989 hat András Vahorn die Möglichkeit erhalten, im ungarischen Fernsehen eine Reihe über bildende Kunst zu redigieren. Die Sendung hieß Kulturmensch. Selbstverständlich hieß der erste Teil Kulturvahorn. Als 1992 György Galántai damit beauftragt worden ist, eine weitere Sendung zu produzieren, war es ihm zuwider, die Sendung Kultur Galántai zu nennen, da er schon sein Ego längst hinter sich gelassen hat und sein Name dennoch immer mit einem gewissen Angstgefühl ausgesprochen worden ist. Deshalb ist ihm eine längst vergessene Traumschrift von Molnár Gergely in Erinnerung gekommen, der über eine fiktive Ausstellung von György Galántai in New York handelt. Er hatte eher schon länger das Gefühl, die Ideen von Gergely Molnár zu verwirklichen. Ein Traum mit dokumentarischem Wert ist so entstanden. So beginnt der Film von Galántai mit einer fiktiven Vernissage, wo alle noch lebenden Teilnehmer der Boglárer Happenings von Anfang der 70er Jahre eingeladen worden sind, um die Dokumentationen ihrer eigenen Vergangenheit anzuschauen. Die Zukunft kehrt so in die Gegenwart um. És hát az, ami, ahogy ráültünk arra vonatra, azt hiszem, mindig sokan jöttünk azzal a vonattal, és akkor úgy magunk mögött hagytuk, mint egy országhatárt. Kiléptünk abból az országból, ami Budapesten, azok a törvények, amik ott érvényesek voltak, azok megszűntek. Igaz, hogy jött néhány észféli razzia, ami nem volt mindig kellemes, de hát... Utána lehetett dicsekedni. Engem nem vertes, mert azt hiszem csak, hogy Gyula, téged nem csak a Baksát. Sokkal, a Baksát is megverték, igen. Amikor megnyitott egy éjszakai bár, amit tulajdonképpen csak mi látogattunk, egy hangos magnó zenére, térden táncoltunk vastag padlószőnyegen, és amikor megjelentek a rendőrök, razziáztak, akkor persze elhallgatott a zene, mindenki fölállt lassan, de nem a Baksa, ő nem állt föl, hanem oda, térden oda táncolt a rendőrrel, és átölelte a combjait. Biztos úr, jöjjön, táncoljunk egyet. Szóval csak annyit, hogy amit az Évához szólnék hozzá, hogy nap mint nap, hogy egyáltalán eszembe jut, csak erre gondolok, hogy az volt Magyarország számunkra. Ott volt mindenki, akivel játszani szeretett az ember, és az volt, ott volt mindenki, akinek tetszeni akart az ember, semmi más nem volt érdekes. És hogy volt Gyula a történet? Hát igen, Kurtág jött, szóval mondjuk az én generációmból is rengetegen jött. Ez mert nem Magyarország volt ott, hanem az volt ott, amit akartunk volna. Igen, nem Magyarország volt ott. Mert ez így félben maradt. Szóval a lényeg az, hogy ezt a barátságos, kedves, vidám gesztust úgy viszonozta a rendőr, hogy így alulról álba rúgta a Baksát, ezt a vékony, cérnaszál vékonyságú, gyenge fizikumú embert, kirángatták, és körülbelül 5 óra múlva találtuk meg az országúton összeverve. Ez is volt. Ez is Magyarország volt.
Hát igen, mondjuk rohantunk, volt ott egy ilyen nagyobb vendéglő, ahova hosszan ilyen nagy asztalhoz befértünk, és valamilyen egyszerű kaja meg ital, és akkor volt valaki mondta, hogy most, és akkor mindenki talpra, és elég jól futottam, én is akkoriban. Ugye azért ezt lehetett tudni, hogy azért nagyon üldözték ezt a kápolnát, ez úgy ki volt pécézve. Hogy is hívták azt a rendőrt, aki ezt szervezte? Szabó László, igen. Most magam nem azért. Igen, a kapcsolatban egyetlen 40 méter. Ne csinálj reklámot neki, jó? Elég volt, elég. Nem. Kár, hogy nem hívta meg a Galántai. Nem jött volna. Lehet, hogy a Szent Jobbi Tamásnak igaza van, nem lehet meghatározni, vagy ki tudja, hogy most ennek milyen hatása van. De én úgy érzem, hogy azok, akik ott fontosat tudtak produkálni, azok mind a mai napig ugyanúgy fontosat produkálnak. Mert hát itt az Éva azt mondta, hogy most rosszabb, mint akkor. Én azt mondom, hogy igazából a feladatok nem változtak meg. Tehát valahol ez a magatartás konzekvensen tovább vihető. A dolog igazi lényege az, hogy ott egy nagyon fontos dolog valósult meg, és azok, akik ezt megvalósították, körbe kell nézni szerintem mind a mai napig. Ugyanilyen fontosat van. Nem volt egy olyan hely, nem volt egy lap, nem volt egy olyan tér, ahol ezt közösen meg tudod nyilatkozni. És lényegében ennek az a nevezik visszamenőleg avantgárd, alternatív, akármilyen kultúrának, ugye ami akkor végül is underground volt, vagy föld alatti volt, ez volt az első olyan intézménye, ami éveken át fönnbírt maradni. És éveken át, ha Gyuri ezt bírta tartani, ki tudta játszani állandóan, és éveken át ez a dolog létezett. Tehát tulajdonképpen ennek a kultúrának az első saját intézménye volt. Talán egy ilyen demonstrációs tárgyon, ami így megmaradt az emlékek között, tudnám megmutatni ennek az igazi jellegét. Most itt látunk egy korongot, amelyiken egy kereszt van. Kiemelkedő bordaként. Kiemelkedő bordaként, és körülötte azok a térrészek horpatnak látszanak. Ugye? Most fordítok egyet rajta, és szükségszerűen az következik, ha jól látom, vagy ha jól nézem, hogy ez a borda most horpadálynak látszik, illetve a környező területek pedig kidomborodnak. Ez csak akkor fordulhat elő ilyen élmény, ha teljesen sík a felület, vagyis ez egy dob-szerű sík felület. Annak idején ezeket a tárgyakat kiállításra is elküldtem, például egy ilyen őszi tárlatra beküldött kockát, szét akartak szedni, göngyölegnek tekintve, hogy talán benne van a szobor. Most ez már egy mostani munkám, amelyik valóban egy dobozban van, egy vörös rész kocka papírból, amelynek szintén ezek a jellemzői vannak, hogy a tökéletesen sima felület horpatnak, illetve kidomborodónak egy ilyen töredezetnek látszik. Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket a Harcképek adásában. És diákkoromban kifejlesztett sajátos eljárással készítem a dolgaimat. Így aztán szinte minden, amit csinálok, fehér. Felteszik a kérdést, mit jelent nálam ez a fehér. Egy határozott kijelentés, vizuális filozófia, vagy az anyag esetleges színéből eredő véletlen. Egy idő után úgy éreztem, a fehér színes viszonylatról nekem a saját értelmezésemet ki kell nyilvánítanom, és verbális magyarázatoknál sokkal több fontosabbnak tartom, hogy ez a magyarázat vizuális síkon történjék, színes munkák révén. Az én színes reliefjeim létének értelme nem pusztán önmagukban van, hanem a relációban, a filozófiai kontrollban, saját övrén túlnyomó, számbelileg túlnyomó fehérségéhez képest.
A múzeum terében elrendezett szobor összeállításához 7 kamerát használtak. A látogatók a mű részeivé válnak, hiszen a kamerák a mozgó lépcsőkre irányulnak, illetve a bejárati forgóajtók fölé vannak szerelve. A látogatók tehát más látogatókat figyelhetnek a monitorokon. Az emberek azonban csak akkor sejtik, hogy kamerák lestek rájuk, amikor megérkeztek a kiállító térbe. A fémrudakra erősített kamerák tehát a paraziták, azaz élőstények, ahogyan a címmel a művészek is utalnak. A monitorokat szemlélő nézők a felfüggesztett domború tükröket és a szétboncolt székeket figyelve a látszólag felborított gravitáció részesek. Vannak finomságok, amelyek jelentősek alkotói szempontból. Az anyagnak az érintése szempontjából, ami ahhoz hasonlított, amit a festészetben a Van Eyck testvérek felfedezése az olajfestéssel megváltoztatta az egész leképezési módot. Vannak a dimenziók, tehát, hogy mit tudom én, ha csak ezt a falat vesszük, akkor ez kétdimenziós ez a fal. Viszont itt most már három dimenzióban vagyunk. Most vannak ilyen matematikai világok, amik azt hitték, hogy teljesen absztrakt és semmire nem jók, hogy ez kétdimenziós világ, ez itt már háromdimenziós világ, de van egy olyan, ami két egyharmad dimenziós világ, és az milyen? Vagy 2,3... Vagy 3487-es dimenzió. Most ezt persze áttételel valamilyen számológép, meg képet csinál belőle, és ez kiderült, hogy ezek a képek elvégre talán a reális világot mutatják meg legjobban. Ez tulajdonképpen egy végtelenített tér, egy tükörtér, végtelenített tükörtér. A közepén jelentkezik egy gomolygó forma, ez a gomolygó forma kivetül a tér minden irányába, nem véletlenül hatszög, sejt, élet, zöld, és így tovább. A program komputerizált, szkenneres program, ez a szkenner tulajdonképpen lengőtükröt jelent. Két tükör a frekvencia moduláció által rajzolásra képes lesz, vonalas, pontos, exakt rajzokat lehet általa létrehozni. Itt, mivel az egésznek egy szomorú aktualitása is van, az erdélyi falupusztítás, erdélyi emlékek jelentkeznek, olyan egyszerűen, mint a gyerekrajzok, szinte a gyerekrajzoknak a tisztaságával. Ezeket nyeli el ez a fénylőkút, ezek vetítődnek ki a végtelenben. Avant-garde musician, self-taught engineer, video artist. This robot is almost 20 years old and got arthritis. It has arthritis. Yes. And it has not yet bar mitzvah. And moments later, it had an accident.
nem éreztem, hogy a világ közepe a boglár, csak az, hogy ez az, ami érdekes nekem. És nem jártam színházba. Jó. Nem jártam színházba, mert talán nagyon kiabáltak a színészek is. Mindig meg voltam ijedve, és akkor jobban tetszett a halászszínház. És inkább oda ment. Azt kell elmondanom, hogy arra emlékszem, hogy egy ízben a kápolnába belépő vendégeknek a karjára, itt, a, ahol a vért szokták venni, oda. Köszönjük szépen. Köszönjük. Oda mézet, egészségügyi, oda mézet kent. Kis, mivel vattál? Papír zsebkendő, mézet. Mindenkinek megkenték mézet. Hova jártál szórakozni, Tamás? Hát az egész szórakozás ez kezdődött a kisereggel, ez volt a Toldi gimnáziumnak az ösztánca. Az ott az első ilyen hely Budapesten, uh-huh. A kisereg. Aztán megnyílt a BKK. Az mi? Ez a könnyű búvároknak a klubja volt, ahol szintén ilyen táncos esteket szerveztek. Na most nem tudom, 8-kor, 9-kor vége volt a kisöregnek a Toldi gimnáziuma, és akkor mindenki rohant le a hegyoldalon, a Széchenyi rakpartra, a BKK-hoz. És akkor utána jött azt hiszem a metró, meg ilyesmi. Uh-huh. Na de ez nem 70-es évek boglári időszak, ez korábban. Nem baj, az is érdekes. És a 70-es évek a boglári időszakban, akkor már hova jártál? Csak a metróklubban, mert azon nem, nagyon meg lennék lepve. Nem. Hát akkor a Kárpátia az volt az egyik ilyen találkozóhely, és a másik pedig volt a Hungária Kávéház. Bajtárs. Bajtárs az hol? Fiatal művészek klubja. Uh-huh. Bajtárs az ma a Rézkakas. Aha. Szintén ott a Kárpátia környékén. Aztán, amikor már bezártak a helyek, akkor a Postakürt, ami a Híradó mozi mögötti utcában van. Ja, tudom. Aztán onnan át kellett menni még. Most már nem emlékszem, hogy hívták azt, hogy a körúton volt, de általában nem engedtek már be. Úgyhogy akkor mindig el kellett menni a Bosnyák térre. Mert ott éjjel-nappal lehetett vásárolni alkoholt. Wovon handelt der Kulturhügel? Im Bann der Wende von 1989 hat András Vahorn die Möglichkeit erhalten, im ungarischen Fernsehen eine Reihe über bildende Kunst zu redigieren. Die Sendung hieß Kulturmensch. Selbstverständlich hieß der erste Teil Kulturvahorn. Als 1992 György Galántai damit beauftragt worden ist, eine weitere Sendung zu produzieren, war es ihm zuwider, die Sendung Kultur Galántai zu nennen, da er schon sein Ego längst hinter sich gelassen hat und sein Name dennoch immer mit einem gewissen Angstgefühl ausgesprochen worden ist. Deshalb ist ihm eine längst vergessene Traumschrift von Molnár Gergely in Erinnerung gekommen, der über eine fiktive Ausstellung von György Galántai in New York handelt. Er hatte eher schon länger das Gefühl, die Ideen von Gergely Molnár zu verwirklichen. Ein Traum mit dokumentarischem Wert ist so entstanden. So beginnt der Film von Galántai mit einer fiktiven Vernissage, wo alle noch lebenden Teilnehmer der Boglarer Happenings von Anfang der 70er Jahre eingeladen worden sind, um die Dokumentationen ihrer eigenen Vergangenheit anzuschauen. Die Zukunft kehrt so in die Gegenwart um. Miként hatnak, vagy nem hatnak, azt én nem tudom így elmondani. Én Balatonfogláról egyetlen dolgot őrzök érzéki biztonsággal. Auf dem Dokumentarfilmmaterial der 70er Jahre bzw. auf den Aufnahmen des 1992er Treffens sind folgende Persönlichkeiten zu sehen. István Bálint, László Beke, Gábor Bódi, Gábor Dobos, Péter Donát, Miklós Erdély, Tibor Gájor, Péter Halász, Miklós Haraszti,
István Haraszti, Ági Háj, Tamás Hence, György Kozma, Éva Körner, György Jovanovics, Dóra Maurer, Gergely Molnár, László Najmányi, Orvos András, Gyula Power, Pál Petri Galla, László Rajk, János Szikora, Endres Károsi, Tamás Szentjóbi, Ádám Tábor, Rudolf Ungvári und viele andere.